Tehát mindenképpen vizsgázás történik, és mind a képpen a két eset, tehát a festő esete is, meg a név esete is, a megtanulható tudás. Kér számon, illetve hát vizsgázik rá. Tehát itt vagyunk a tudósítási hatáson, és kérlek következő. Egy-két példát erre az anamorfózisra hallgathassak. Még ugyanígyre tartjuk szűz fokozatával. Most ez például a legtipikusabb szűz megjelenítés. Olyan idős asszony, aki ránézek és látom, hogy ennek már nem lesz élet. Ebben teljesen biztosak lehet. Tehát túl van azon a koron, ami utána egy szűzlet. Most ez a más szűzlet az eset. Tehát mi állandóan csak a még szűzlet tartjuk nyilván, holott a szűz az egy még és egy már fokozatban jelenik meg a hétköznapi életben. És hogy mind a kettő ugyanaz a tulajdonság fejezi ki, arra éppen a népszokások mutatnak. Tehát vannak olyan veszedelmek, amelyeket úgy hárít el a falu, hogy befognak szüzeket az ekébe, és velük végig szántják a határ. Na most külön örömmel Jánosnak, aki fogja, nem a mi Jánosunknak, hanem általában nevezzük akkor Kleofásnak. Jó, hogy ne legyen személyiségek. Tehát a mi Kleofásunk az a külön öröme, hogyha elegendő még szűz van a faluban. Úgyis ennek messze lenni kerül. Ugye, ezt nem kell valamit hozzátennem. Igen ám, de ha nincs ennyi, mit kell csinálni? Az öreg asszonyok hozzátezik. Hát valamivel morcosabban fogja ezek a szalmát felhatásunk, de ugyanaz a hatás. Tehát ugyanúgy végig kell húzni a legkét a falon, és ugyanúgy megmenti a fal. Érthető? Tehát a még szűznek és a más szűznek ugyanaz a szeretet, vagy elállítás szeretet. Na most ez egyértelműen a más szűznek. Miért? Mert hogyha ő ezt fiatal lányként testi meg, ki mondja meg, hogy ez egy szűznek. Tehát mondjuk, ha 3 éves alatt festi meg, akkor ma még talán elfogadható. De ezt tényleg sokkal nehezebb érzéket. Itt garantált. Itt tényleg garantált. Na most mit csinál? Mi a legjellemzőbb tulajdonság a szűznek? Az, hogy felhoz. Na most ezt mi mindig úgy veszünk, hogy persze, mert analitikus a gondolkodás mindig. Persze, hogy az empirikus jellegű valóságismerős, valóság megismerésnek alapvető művelete is van. Az analízis. Az pedig mit jelent a felosztás. Na most mit csinálok, amikor egy almát felosztom? Először felosztom a külsőre és belsőre. Tehát a héra és a belsőre. Utána azt is felosztom. Utána magra és tehető tehát egy folytában felosztom. Tehát ez a szűznek az alapvető művelete. Igen, ám csak itt egy baj van. Hiába látom, hogy ilyen csendéletet abban az időben soha senki nem tudott festeni előttem. Tehát mi voltam mellé tettek Cézanne csendéletet, mellé tettek Gauguin csendéletet, ezek a legnagyobbak. És egyszerűen ez a kép lesöpli őket a falon. Ha olyan mértékig jelen való, hogy egyszerűen beleharapna az ember, de szólnak a legjobb értelme, ugyanakkor, mint festmény is kiváló. Tehát nem úgy nagyon jó, hogy az ember festményként viszont nem lehet komolyan. És ugyanakkor meg látom, már megint megpusztult ezt a képet. Hogy lehet az, hogy valaki ennyire tud festeni, és nem veszi észre, hogy ez a nő így megvan hozzá. És már megint átlom. Most az átlót eléggé pontosan tudjuk az évfőben melyiknek. Tehát melyik az az egyetlen jegy, amelyiknek nézett keretben átlóval jelent. Ilyen egy van. És természetesen átlóval. Tehát ahol ez a tendencia érvényes, hogy azonnal látunk, hiába szűzben vagyok, érvényesül benne a segítség. Tehát itt nagyon fontos észrevenni, mert ezt, ha valaki nem vesz észre, akkor rögtön elrajzolás reklamál. És már megint mi a fogása, milyen műfogást alkalmazhat fel. Ugyanazt, mint az esőként. Azt mondja, figyelj, ennyire nem lehetek tudni. Ha így meg tudod festeni ezt a csendéletet, és nem képzeled azt, hogy ezt megint elrajzolják. Tehát ébredj már fel. Nem csak én vizsgázom, te is vizsgálod. És akkor van az a pillanat, hogy az ember azt mondja, ez az anamorfózisnak az a fajtája, ahol meg lehet találni a hozzávaló viszonyban, mert ez kettő viszonyát visszázza. Meg lehet találni azt a pontot, most tessék meg, ilyen irány ugye a szemelőre. Tehát, ha én
ebből a szögből nézni, és fokozatosan megy egyre lejjebb, hogy mit csinál a szemlődőből. Fokozatosan közelít a visszintessehez. Tessék itt oldani. Érthető? Tehát megyek lejjebb és lejjebb, és mire a térdető álláshoz ére, addigra pontosan visszintessé válik. És abban a pillanatban az alak a kétdimenziós valóságból térdre fordul át. Érthető? Tehát nem pusztán annyi a nyereségem, hogy arányai kifinomodnak, vagy a hétköznapi tapasztalásnak megfelelőek lesznek, hanem az is, hogy dimenzió többletet kap, még pedig ugrás szerint. Tehát egy roppant fontos tétel, mert miről beszéltünk itt az óra elején, hogy úgy mondjam. Miről beszélt? Arról, hogy itt a tétje a dolognak az, hogy meg tudom-e a mélységet jeleníteni, vagy nem tudom. Ugyanis nem érvényes már a centrál perspektíva, mint a tér megjelenítése. Na most az anomoshoz is viszont igen. Az meg érvényes. És annak minden fajtáját végigpróbálja. Ez a megtanulhatónak a szintén. Ez a szűzmény. A tudósok. És ezt végig kell próbálni. Tehát minden fokozatát végig próbálni. Na most egy elég mulatságos történet, nekem is mulatságos volt, mikor először hallottam. Én elég gyakran járok, nem annyira, amit szeretnék, de elég gyakran járok Pécsre. Igyekszem mindig úgy menni, hogy maradjon idő a csontvári múzeumban belülni. Tehát úgy ismerek, mint az. Na most, amikor már ez egy ideje folyt, akkor a teremő nénik, akik tényleg bűvás valamos kedves nénik, azok úgy bizalmasan oda jöttek, hogy hát valami érdekes új szekta van alakulóban az országban. Egy idő óta ide jönnek fiatalok, hogy csoportosan, hogy egyénien, itt ledobják a hátizsákukat az előtérbe, szépen megveszik a jegyet, bemennek rögtön az első terembe, és letérdelnek kezdeni ki. Mi lehet itt? És akkor úgy kellett megnyugtatni, hogy nem szektáról van szó. Kipróbált, hogy igazodnak. És én mindig megmondom, hogyha bemennek a csontvárműzőn, akkor mindjárt az első terembe ott van a sarokba, és akkor rögtön már el szendál el, bal oldalra menjen, és ott térdeljen. Nem is tud tovább menni a sarokba. Nem tudok ki. Tehát ez addig már majdnem népmozgalom már látható. Most már semmi baj nincs, tudja mindent terülni, hogy ez nem szekta, ez nem térdelés. Itt arról van szó, hogy tessék igyenesen ellenőrülni, ne tessék semmit elfogadni. Én ezt már múltra mondtam. Nem vélekedésekről van szó, hogy tényekről van szó, hogy meg lehet tapasztalni. Lényeg az, hogy tényleg működik az anamorfóz, és tényleg bravúrosan alkalmazza, annyira bravúrosan, hogy itt tulajdonképpen két olyan műveletet kell egyszerre végre adni. Az egyik megoldani tökéletesen a feladatot, a másik pedig eltüntetni a nyomokat. Tehát ne magamutogatás legyen, hanem csak rávezetés legyen. Mert lehet ezt úgy csinálni, hogy hú, brilli vagyok, így tudom az anamorfóz is. Akkor nem teljesített a feladatot, nem magam. Itt már elő kell készülni a következőre, a pátosokra. És félelmetes a szépen. Na most, ha még azt is tudom, hogy az, amit az ölében tart, hát ezek almák. Az almák az évkörben mely tulajdonság jelenik. Persze, hogy rajzoljuk le a vitát. A magyar néphagyomás sohasem egyenlő a vitát. Ezt az évben. Ez semmilyen állás. Nagyon sokszor jelenik meg, mindenütt ilyen jelen. A közepét van, ahol jelölik, van, ahol be is satírozzák, van, ahol még ezt is jelölik, és van, ahol ebből csinálnak egy szállat, ebből egy jelölik. De akár jelölik, akár nem, mindenképp úgy nevezik, hogy lánát almások jelölik. Így jelölik meg. Festett palettás mellett, így jelölik meg. Egy írókázott tányérokon, így jelenik meg, itt ízléseken, magam is nyilvasztani. Tehát ez teljesen általánosan néphagyomány, minden általában. Ha szöveges néphagyományban keresem, akkor is mindig almaként jelenik meg a divatúrásán. Tehát ahol alma jelenik meg, például megveregetik a kastét, almává változik. Az a viszik az almát, utána megint megveregetik, megint kastét megjelenik. Tehát ezek a divatúrásoknak megjelenik. A mesék szövegben is.
Jézusnak, hogy függ össze a szíve bikával. Tehát ezt mindig tudjuk, mind a kettő földes jegy, tehát földelemű jegy, de azt jelenti, hogy egymás részegységei dekonatos elemű. Tehát a szűz, mint befoglaló nagy egység, mikor a szűznél, három dekanátusból áll. Az első dekanátus saját tulajdonságokkal terített, teljesen keveretlen tiszta szűztulajdonság jelennek meg, a második a rákövetkező földesség, tehát vak tulajdonságokkal terített, és a harmadik tiszta tulajdonság. Ezek a földesek. Tehát ilyen módon minden szűz definíció szerint magában foglal vika tulajdonságot. Na, a bika az nagyon szűni hajlandó és képes. Végképpen. Csak élvezetre. Nem az a tudása. Tehát ennek a hölgynek ezen a innen neki szülni kéne a helyén. Még mást is, de az megelőző szülés, ami különböző. Tehát ezen a szinten ő csak élvezetre. Tehát lehet érzékelni, hogy végül is mitől marad szülni. Tehát az ember csak élvezetet akar, és soha nem legyen. Hasonlóan, ha csak élvezetet, minden más sorvásnál. Ha gyerek is lesz, azt jelenti, hogy itt az áldozatban állás üdvegyek. Az viszont már rá az a tulajdonság. Tehát azt jelenti, hogy a vitától el kell jutni a rá. Addig még van egy ide, azt jelenti, hogy ott már egy másik tulajdonság. De ha nem előzi meg a családalapítást, tehát nem próbálja ki a férfi előtt, megelőzni a szakaszban, mert abban nem lesz jó házasság. Kiderül, hogy nincs kipróbálva. Első próbatételre, vagy a férfi létre, vagy a nő hagyja, nem lesz meg a család. Tehát ez a megpróbáló szakasz, de ez már egymás értékét, nem más. És ha megpróbáltatás mind a kettő állja, amit mind a kettő kíván, hogy állja, ez valódi párkapcsolat, akkor abból lesz házasság. A házasságban már nem betélkedés folyik, hanem egymást kérdezik. Ami meg ő hiányoztunk voltam, ami nekem a hiányoztunk voltam. Tehát ott már a áldozat vállalása az magától értetődnek kell. Itt nem működik, nem is lesz ilyen. Tehát ez a szüzenvállalás. Most a bak az a megtartó tulajdonságoknak a közelje az ebben az esetben minden valószínűség szerint maga az a földből készült államegben van, de ennyire nem keresztelítem a keletet. Csontvári elejtől a keleti és a nyugati zodiákus tehát napot, jegyét brilliánsan alkalmazza. De úgy, hogy az ember néha csak úgy nélezik, hogy én miért nem vagyok meg. Tehát egészen drabolosan. És annyira magától értetődő, hogy majdnem azt mondom, hogy ez már nem is az ő tesztelés, amit itt folytatunk, ezzel ő tesztelem. Na még megyünk a falamba felismerni. Én a költödő. És akkor most vagyunk annál a bornál, a megtanulhatónál, nem most tessék vizsgálni. Megint a megtanulható a tudós fokozat. Adva van egy vizesés kép, és ezzel már érezzük, hogy legalább két legyetikünk egy csapásra. Egyrészt a szűz tulajdonságot vizsgáztatjuk, milyen az, amikor tudós valaki. Másrészt vizsgáztatjuk a borlánkat is, de ez még nem időszerű. Másrészt pedig azt is vizsgáztatjuk, hogy ez a bizonyos szint áthaladás, tehát a ízesésnek, mint az alvilági út áthidaló mozzanatának, amikor egyik részükre a másikra zuhan le, ennek hogyan tudnák itt azonosítani a működését. Az első, amit már régen megfigyeltek, és erre most tényleg nagyon érdemes figyelni, ezért akkor külön foglalkozunk vele, hogy ennek a képnek nem síkja. Olyan, mintha valaki hátulról nyomná ki ezt a lászlót. Tehát olyan, mintha ezt egy jobb valóra festették. Itt széthúzódnak a problémák. Rögtön ez a benyomás, csak nem merik elállni. Tehát olyan, mintha ezt ha leengedni, akkor itt minden egy kicsit összeszorulna, és akkor ez egy viszonylag maga látható hülye alakulna. Így meg, mintha ez egy domboló felületre festődött. Most miután mi hozzászoktunk ehhez a képhez, tehát rengeteg reprodukciót látunk róla, nem áll rá már a szemünk. De egy természetes látású személy, aki látott már vizesést, látott már